Döbrököz volt a következő állomása annak az országjáró rendezvénynek, amelynek a fő célja, hogy megszerettesse a magyar emberekkel a sportot. Mi is egy olyan pályázati projekt keretében vagyunk itt, amit a Magyar Állam és az Európai Unió finanszíroz, az EFOP 186, ahol a szabadidős sporton keresztül szeretnénk az embereket érzékenyíteni az egészségre, az egészségfejlesztésre, meg a mozgásra. Egy 3 éves projektről beszélgetünk, ez az utolsó évünk, ugye a vírus helyzet most egy picit ebbe belekavar, igyekszünk a lehetőségünket a lehető legjobban kihasználni. Hoztunk ide a helyieknek rekeszpakoló versenyt, ahol egy biztosítás által kell sörös rekeszeket egymásra pakolni, hoztunk célbarúgást focikapuba, hoztunk élőcsocsot, amit mögöttem lehet látni, hoztunk tagbolt, evezős ergométert, kerékpáros ergométert, tehát sok-sok olyan játékot, ami lehet, hogy az embereknek új lehet és ismeretlen, de lehet, hogy egy picit arra irányítja őket, hogy kezdjenek el mozogni, hogy ne csak a kötelező tanórát a diáknak, vagy a felnőtteknek, ne csak a hétvégi úszás, hanem igenis lehessen más sportokat is megismerni és űzni. A csapat 42 településre látogat el a programsorozat során. Ezek között vannak Döbrökközhöz hasonló létszámú falvak, de megyeszékhelyek is. Mindenütt csodálat és nagy érdeklődés övezi a projektet. Kis településeken is rengeteget vagyunk nagyobb városokban is. Ez a 40-50-60 fő, amit szerintem itt Döbrökközön is kényelmesen el fogunk érni, az jellemzően mindenütt ott van. Valahol Egerben nyitottuk ezt a 3 éves projektet, ott voltak 300-400-an, de ugye az egy megyeszékhely. De ahova elmegyünk, ott azt gondolom, hogy ha eljöttek oda már a helyiek, akkor élvezik és ott van, a kihasználják azt a lehetőséget, ameddig mi itt vagyunk. A Magyar Szabadidős Sport Szövetség elnöke Czernan Attila egy ikon, egy példakép, egy olimpiai bajnok úszó, ő a lehető legtöbb helyre, hova tud eljön. És még olyan parasportolók is nevüket adták mellé, mint a Hajmás Évi, ő is ugye olimpikon, világbajnok, tehát az adott sportágban ő is egy kiemelkedő személyiség. Tehát jellemzően parasportolók is vannak, illetve a Szabadidősport Szövetségen keresztül olyan élsportolók, akik aktívan űzték az adott sportágukat. Amikor bejöttünk a településre, egyből azt fogott meg, hogy rendezett, dimbes-dombos területen vagyunk. A portákot, ha körbenéztünk, akkor láttunk esküvőt is, valaki éppen készülődött, de amikor megérkeztünk az iskolához, egyből az fogta meg a figyelmet, hogy az iskola mögött milyen nagy csarnok van. Ugye látni is mögöttem, ez szerintem egy szabvány 20-40-es pálya, nem biztos, hogy elfér kézilabda pálya, de sokféle sportágra alkalmas a csarnok maga, illetve a csarnok mellett egy teljesen új 20-40-es szabvány foci labdarúgó pálya található. Hát nem sok településen tapasztaltuk eddig ezt, hogy ennyire odafigyelne a település vezetése, és ekkora igény lenne a lakosság részéről, hogy ilyen sportpályát építsenek föl. A kötetlen mozgásprogramon különféle fittségi felmérésen is részt vehettek az érdeklődők, de leginkább az új, eddig ismeretlen sporteszközök kötötték le az emberek figyelmét.